Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi legyen a terved? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás André számára. Kedves André, üdvözöllek téged. A helyzeted az, hogy te nős vagy, de szeretsz valakit. Hogyan tovább? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Te elbúcsúzol valamitől. Lezársz egy időszakot. Ezen a képen látható itt egy meister, egy tanár és egy diák, aki befejezte az iskolát, és indít egy új utat. Később ő is meister lesz. Az érmék utalnak az anyagiakra, utalnak a hivatásodra, de az értékekre is. Egy párkapcsolat területén kell a biztonság érzete, és elgondolkozni azon, hogy mennyire értékes számodra ez a házasság, vagy mennyire értékes számodra ez az új kapcsolat, ez a nagy szerelem. Itt döntéseket hozol, de ahogy a képen látható, te ilyen irányba nézel, hogy te be akarsz valamit fejezni, le akarod zárni a házasságodat, de itt vannak még anyagi témák, és bizonytalan vagy, mert nem tudod, hogy mi várható a szerelmi élet területén. Van egy terved, ez a kép mutatja, hogy ez foglalkoztat téged, de egy valódi terv még nincs. Minden úgy a levegőben van. Ez a kártya azt is jelenti, hogy nem vagy jól, hogy vannak álmatlan éjszakáid. Mi kell, hogy legyen a középpontban, azt így ez az angyal mutatja. Kell a belső egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Itt még korai döntéseket hozni, mert ezt ki kell egyensúlyozni, vagy összehasonlítani. Ki segít neked, vagy ki befolyásol téged, valaki nyújtja számodra ezt a botot. Ez a bot jelzi a tűz elemét, a lelkesedést, a bátorságot, az erőt, és ezzel az erővel indíthatsz egy új utat. Az lehet a hivatás, vagy egy hobbi, valaki segíteni fog neked. Mi változik nálad? Itt ezen a képen láthatjuk ezt az arany érmét. Ez az anyagiakra vonatkozik. Itt lesz változás. Javulnak az anyagi dolgok. De ez az érem jelenti az értékeket is, a belső értékeket is. Ez a kép azt közli veled, hogy te kezedbe veszed a dolgokat. Rendezed az anyagi helyzetet. Azt is jelzi, hogy elgondolkozol azon, hogy mi értékes számodra, azt megfogod, kezedbe veszed, az lehet ez a szerelmi kapcsolat is, és ami nem olyan értékes, attól elbúcsúzol. Ez a nagy szerelem. Hogy állsz hozzá, vagy mi az, ami kettőtöket összeköt? Itt van ez a szív, tehát a szerelem, de vannak sértődések is. Itt kell a gyógyulás. Egy ilyen szívgyógyító erő. Én úgy gondolom, hogy ez nem is a jelennel van összefüggésben, hanem a múlttal. A nejed,
a házasságod. Itt a 4-es szám arra utal, hogy vagy neked, vagy neki kell a biztonság érzete. Az lehet az anyagi biztonság is. Ez a kép átnyújtja a lehetőségeket. Megvan arra lehetőség, hogy javítsatok valamit, és együtt maradjatok. De ez a tolvaj elveszi ezt. És ez megadja a választ a kérdésedre, hogyan tovább, itt válásra kerül a sor. És most megtekintjük a nagy szerelmedet. Hogy néz ő rád, vagy mit tervez ő? Ez a hölgy itt a királynő, és uralkodik a föld eleme felett. Itt látható az is, hogy ő álmodozik, vannak vágyai és reményei, de ő szeretné, ha ebből a kapcsolatból egy tartós kapcsolat lenne. Azon kívül ő itt egy királynő, és az arany érem mutatja az ő értékeit. Ő biztos abban, hogy ő értékes. Ő nagyon magabiztos. És ő uralkodik, uralkodik a saját élete felett. Előfordulhat az is, hogy néha szeretne uralkodni feletted. De ő nagyon álmodozó. Tehát mindkettő látható itt, a belső értékek, az ő vágyai és reményei, és ez a külső érték, ez a magabiztos fellépés, azon kívül jelenti ez a kártya, hogy számára az anyagi biztonság, a jólét szintén fontos. De nem áll a középpontban, mert neki vannak érzelmei, álmai, egy romantikus hölgy, de gyakran ezt nem mutatja ki. És hogyan tovább a jövőt itt ez a kártya mutatja? Az érmék utalnak az értékekre, a belső értékekre is. A 9-es szám azt jelenti, hogy itt még vannak korlátozások. Mivel az érmék az anyagiakra is utalnak, az lehet, hogy a válás neked drága lesz, és emiatt vannak itt még korlátozások. Azt is jelenti ez a kép, hogy ne siessd el a dolgokat. Először rendezd az anyagiakat, és ha biztos vagy abban, hogy te ezzel a hölgyel szeretnél boldog lenni, mert ő a nagy szerelem, annak ellenére, hogy itt van szív fájdalom is, ez a múlt, de itt lesz egy gyógyító erő. És ha bízol abban, hogy te vagy az ő álmaiban, akkor is, ha ő ezt nem mondja, akkor tudsz döntéseket hozni. Ez a kép utal a válásra, szerintem előbb vagy utóbb oda kerül a sor, és akkor megvan arra a lehetőségetek, annak ellenére, hogy itt korlátozások még vannak, hogy a későbbiekben kettőtök között kialakuljon egy boldog párkapcsolat. Te ezt a jóslást asztrológiával kérted, és most áttérek az asztrológia területére. Kezdeném a te horoszkópoddal. Az indiai számítás szerint a te aszcendentusod a bika jegyében található. Ez azt jelenti, hogy amikor te megszülettél, abban a percben a bika jegye kelt fel a keleti határon. Ez befolyásolja a te fellépésedet, a személyiségedet. A bika az a föld eleméhez tartozik, szereti a reális dolgokat, a bika kényelmes, élvezi az életet,
szereti a szép dolgokat, a szép környezetet is. Itt nálad, ebben az első életházban nincs bolygó. Októbertől itt fog mozogni a felfele haladó holdcsomó Rahu. Ez egy kármikus csomó, és jelent egy új utat, vagy egy kiutat. Ez befolyásolja a külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet és a te személyes környezetedet. Ez a kármikus csomó nem csak idén hat, hanem jövőre is, októbertől. A nagy szerelmed, az ő aszcendentusa, az a nyilas jegyében van. Akkor, amikor ő megszületett, akkor a nyilas jegye kelt fel a keleti határon. Befolyásolja az ő fellépését, a személyiségét, a nyilas jegye mozgásban van, szereti az utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez az utazás lehet egy belső út is. A nyilas jegye befolyásolja az ő személyiségét. A nyilas jegye gyakran úgy gondolja, hogy mindig van valami jobb a távolban, és így elveszíti az irányt. De a nyilas jegye mutat egy irányba, és itt van a megoldás. És az a központ a mi galaxiánknak, a tejútnak a központja. Spirituálisan az azt jelenti, itt vannak a vágyak, a tervek, az álmok, az álmodozások, ugyanúgy, mint ahogy ez a kártya itt nála mutatja is. Ha ő ebbe az irányba tekint, és ebbe az irányba tesz lépéseket, akkor boldog. Ha nem, akkor elveszíti ezt az irányt, és nincs kiút, vagy nehezen van egy kiút. Az ő horoszkópjában, itt az első életházban, a nyilas jegyében található a lefele mozgó hold csomó Kétú. Ez egy kármikus út, és ezt az utat ő ismeri. Mert ez mutatja a múltat, mind azt, amit ő átélt a korábbi életében. Itt voltak nagy utazások, külföldi kapcsolatok, növekedés, gyarapodás, és itt ő kiismeri magát. Itt a nagy szerelmednél, itt a nyilas jegyében mozog jelen pillanatban Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó októberig. És mutat kármikus témákat, itt a múltról van szó. Ez a Kétú visszatért a horoszkópban, ugyanazon a ponton van, mint a születés pillanatában, tehát ő ezt érzi, átéli. És ez befolyásolja az ő külsejét, a fellépését, a személyiségét, és itt vannak emlékek. Kétú októberig marad még a nyilas jegyében. Itt mozog egy visszatekintő Jupiter bolygó, és egy visszatekintő Plutó bolygó is. Jupiter hoz szerencsét. De utal az igazságra, az igazságtalanságokra is, mivel visszatekintő, itt vannak nála emlékek, mind az, amit ő átélt, és igazságtalannak lát. Ez a szívfájdalom. Ez a visszatekintő Plutó bolygó mutat az ő belső erejére, de a szexuális témákra is. A második életház. Itt vannak a pénzügyi dolgok, az anyagiak, az értékek, és a belső értékek is.
A te horoszkópodban itt a második életházban található az ikrek jegye, és a te horoszkópodban itt van Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. Az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik. Kell a könnyűség. És mutatja azt is, hogy hogyan jön pénz hozzád. Itt az ikrek jegyénél a kommunikációról van szó, meg a kereskedelmi kapcsolatokról. Ha ezt olyan könnyűséggel tudod csinálni, akkor biztos lehetsz abban, hogy az anyagi helyzeted javul. De itt van nálad Rahu, a felfele haladó holdcsomó. Ez egy kármikus út, amit te nem ismersz. De a te lelked kiválasztotta ezt az utat. Kell, hogy ezen az úton közlekedj, és ez az út az anyagiakra utal, a pénzügyi dolgokra, de az értékekre is, a te értékeidre. Vagy ez a szerelem, ez a párkapcsolat, mert számodra ez értékes. Jelen pillanatban itt mozog Rahu. Nálad is van egy kármikus téma, ami visszatért az életedbe, és itt az értékekről van szó. Rahu itt mozog, ebben a második életházban októberig. A te nagy szerelmednél itt a második életházban van a bak jegye bolygók nélkül. A korábbi években, a gyermekkorában, az ifjúságában voltak korlátozások. Az anyagiakat illetően és az értékeket illetően. És nem volt önbizalma annak idején. Itt mozog most Szaturnusz bolygó idén, és még jövőre is, és megleckészteti őt. Ez lesz egy kihívás. Ez utal az értékekre, a belső értékre is, a vagyoni dolgokra, a pénzügyi helyzetre. Itt korlátozások lesznek, és kell, hogy tanulja a belső értékét erősíteni. A harmadik életházban van az élet iskolája, itt be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. A te horoszkópodban itt van a rák jegye, az a víz eleméhez tartozik, az utal az érzelmekre. Ha téged valaki megsért, és be kell, hogy bizonyítsd magadat, akkor előfordulhat, hogy te inkább visszahúzódol. A nagy szerelmednél itt a harmadik életházban van a vízöntő jegye, és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Itt az élet iskolájában neki be kell, hogy bizonyítsa magát. Gyakran itt hölgyekről van szó, mert ez a rivalitét, és neki itt kell a győzelem. Ez a leckéje az élet iskolájában, mivel Szaturnusz visszatekintő, itt vannak neki kármikus témái. A vízöntő jegye azt közli vele, hogy ő egy személyiség, nem olyan, mint mások, hanem különleges, egy különleges személyiség. És ha ő ezt belülről érzi, és ebben a levegő elemében, ebben a könnyűségben marad, akkor biztos vagyok benne, hogy be tudja bizonyítani magát. A korábbi években, az ő ifjúságában valószínűleg ez nem sikerült, mert itt van Szaturnusz bolygó, és gyakran vannak itt korlátozások. De Szaturnusz bolygó a második életszakaszban sokat segít.
A negyedik életház az a mélypont a horoszkópban, ez a bázis, ez az alap, és erre az alapra kell, hogy építsük az életünket. De utal az otthonunkra is. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, egy visszatekintő Uránusz bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. És a nap az a központ, ami naprendszerünkben. Ha te így érzed, hogy te állsz a középpontban, akkor erre tudsz építeni. Ez egy magabiztos fellépés. Ez a visszatekintő Uránusz bolygó azt jelenti, hogy te is különleges vagy. Plutó pedig azt, hogy érezd ezt a belső erőt. Uránusz bolygó utal gyakran változásokra, és azt átéled, ami az otthonodat illeti. Egy költözködés, vagy gyakori költözködés. A nagy szerelmednél, itt a negyedik életházban van a halak jegye bolygók nélkül. A halak jegye az a víz elméhez tartozik. Itt megállni, és erre építeni nagyon nehéz. Nála fontos lenne ezt figyelembe venni, mit közöl a halak jegye. Ebben a csillagképen van két hal, két irány. Az egyik jelenti a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik irány pedig a bizalom és az önbizalom. Abban hinni, hogy minden megvalósul, amiről ő álmodozik, mint ahogy itt is látható. Ez adja neki az alapot, a báziszt. Az ötödik életház. Nálad itt a szűz jegye található. Ez utal a gyermekekre, a gyermekkori emlékekre, de azt is mutatja, hogy az élet olyan, mint egy színház, és te játszod itt a főszerepet. És úgy, ahogy a gyerekek nekünk mutatják, játszadozva. A szűz jegye ehhez túl komoly. Azon kívül a szűz jegye mindent úgy megvizsgál, gyakran kritikus másokkal szemben, vagy saját magával szemben. Érdekes, hogy a nejednél, a szűz jegyében elég sok bolygó van. Nála ott található Mars bolygó, Jupiter bolygó, Uránusz bolygó, Plutó bolygó, és nála ott van Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, egy kármikus út, amin ő már járt, és kiismeri magát. Tehát a nejedre nagyon hat a szűz jegye. A nagy szerelmednél, itt az ötös életházban, ha tekintjük az ő gyermekkorát, akkor az nagyon nehéz volt, utal a nehézségekre. A hatos életházban van a munka és az egészségügyi dolgok. Nálad itt található a mérleg jegye és a holdad, azon kívül Neptun bolygó. A mérleg jegye szereti a szépet, a kreatív munkát. A hold mutatja az érzelmeidet, tehát neked van ehhez érzésed, és Neptun bolygó jelenti az inspirációt, tehát a te hivatásod az a kreatív munka. A nagy szerelmednél itt a hatos életházban van a bika jegye, és Jupiter bolygó, nála szintén a kreatív munka látható, és a szerencse. A hetes életházban van a párkapcsolat, a te horoszkópodban itt található a Skorpión jegye bolygók nélkül. Októbertől
itt fog mozogni a lefele mozgó hold csomó, kétú, egy kármikus csomó, ami a múltra utal. Jönnek az emlékek. Ez a kármikus téma a párkapcsolat területén hat rád jövőre is. A nagy szerelmednél itt a hetes életházban van az ikrek jegye és Ráhú. Ráhú az a felfele mozgó hold csomó, egy életút, amit az ő lelke kiválasztott, de nem ismer. Számára ez egy kiút, és ez lenne a házasság, egy komoly párkapcsolat. Itt mozog jelenleg Ráhú októberig, tehát neki megvan ez a vágya, és álmodozik arról, hogy legyen egy kiút, és ez egy tartós párkapcsolat. Jelen pillanatban itt mozog Ráhú októberig, és itt megvannak ezek a vágyak. A 8-as életházban van a transformáción, azokat a dolgokat erősíteni, amit megtartani szeretnél, és elbúcsúzni azoktól, amire nincs szükséged. Ezek gondolatok, vagy érzelmek, kapcsolatok, vagy egy tárgy, egy helyiség, vagy a környezeted. Itt ebben a 8-as életházban van nálad Merkur bolygó és Ketú a nyilas jegyében. Itt vannak kármikus emlékek, mert Ketú az a lefele mozgó hold csomó, és utal a múltadra. Merkur bolygó tanít téged. Itt a nyilas jegyéről van szó. Közted és a nagy szerelem között van itt egy mágikus vonzó erő, mert nála az aszcendent, az ő személyisége szintén a nyilas jegyében van. És te itt a 8-as életházban tanulod azt meg, hogy ez a nagy szerelem, ez a hölgy értékes számodra, és nem szeretnéd elveszíteni. Ebben a 8-as életházban vannak témák, mint hivatalos ügyek, de ez pénzügyi dolgokkal áll összefüggésben, azon kívül a testi kapcsolat. Itt mozog jelen pillanatban Kétú, a lefele mozgó hold csomó, visszatért az életedben, hat rád kármikusan, azon kívül itt van Jupiter bolygó és Plutó bolygó, itt mozognak jelen pillanatban. Jupiter az lehet egy hivatalos ügy, viszont jelenti a szerencsét is, és Plutó bolygó azt közli veled, mennyire fontos, hogy ezekre a témákra koncentrálj, mert ez számodra most nagyon fontos. Azon kívül Plutó bolygó kihat a szexuális kapcsolatokra is. A nagy szerelmednél itt a 8-as életházban van a rák jegye és Mars bolygó. Mars bolygó az jelenti az ő lelki társad, és az te vagy. A rák jegyében az a víz eleméhez tartozik, tehát ő szeretné, ha te kimutatnád az érzéseidet. És vágyik arra, hogy köztetek legyen egy ilyen családi kapcsolat, egy házasság. A 9. életházban vannak az utazások, itt található nálad a bak jegye, a napod és Mars bolygó. Ezek külföldi kapcsolatok. De ez az utazás lehet egy belső út is. Itt mozog jelen pillanatban Szaturnusz bolygó, nem csak idén, hanem jövőre is. Itt egy ilyen sorsdöntő változás lesz.
sorsdöntő kapcsolatok. És ez jelent egy utazást, egy kivándorlást, vagy külföldi kapcsolatokat. Itt lesznek döntések, sorsdöntő döntések és változások. Mivel itt van a napod és a Mars bolygód, ez számodra egy nagyon fontos életterület. A nagy szerelmednél, a 9-es életházban van az oroszlán jegye, nála a Hold és Vénusz bolygó mindkettő a Magha Holdházban található. Ez a Holdház Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag az a királyoknak a csillaga. Ez az ő nőies fellépése. És ő szeretné, ha mások felnéznének rá, mint egy királynőre, mint ahogy ez a kép mutatja, de ez mindig úgy kifele hat, belülről nagyon érzékeny. A 10-es életház az a legfelsőbb pont a horoszkópban, az mutatja a célokat, a nyilvánosságot és a hivatást. Nálad itt a 10-es életházban van a vízöntő jegye. Neked nagyon jó ötleteid vannak, azt mutasd kifele a nyilvánosság fele, és ez olyan egyedi. De itt található nálad Szaturnusz bolygó. A korábbi években voltak itt korlátozások. Szaturnusz bolygó gyakran megleckésztett bennünket, viszont a második élet szakaszban segít, hogy itt sikered legyen. Itt mozog jelen pillanatban Neptun bolygó, és az kihat a kreatív munkára, ez az inspirírende energia. A nagy szerelmednél, itt a 10-es életházban van a szűz jegye, az ő napja és Merkur bolygója. Ez a 10-es életház, ez a nyilvánosságra utal. Így a központban lenni, ahol mi megbecsülést kapunk, de a szűz energiájával ő ezt nem kedveli, holott az ő holdja és a Vénusz bolygó, az az oroszlán jegyében van, egyszer így, egyszer úgy. Vannak pillanatok, amikor élvezi, ha mások csodálják őt, meg az ő nőiességét, az ő szépségét, de ha így a nyilvánosság előtt áll, akkor olyan bizonytalan. De ezt nem mutatja ki, csak úgy belülről bizonytalan. A 11-es életházban vannak a barátok, csoportok és a remények. Nálad itt van a halak jegye, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó. Mindkettő szerencsét hoz, Jupiter bolygó az a nagy szerencse, Vénusz bolygó az a kisebb szerencse. Itt a halak jegyénél a víz eleméről van szó, tehát az érzelmekről. Mint mondtam, ebben a csillagjegyben kettő hal van. Az egyik mindig van bizonytalan, meg vannak félelmek, a másik irány, ez a biztonság érzete és a bizalom, ez a remény, és a képek, ezek a belső képek, fantasy, így tudnám mondani, és ez az irány, ebben kell, hogy bíz, így eléred azt, amiről te álmodozol, a remények. A nagy szerelmednél itt a 11-es életházban van a mérleg jegye bolygók nélkül, és az szimbolizálja a párkapcsolatot. Erről álmodozik. A 12-es életházban vannak a titkok, a titkos ellenség is. Nálad itt a 12-es életházban van a bika jegye, bolygók nélkül. Itt mozog jelen pillanatban Mars bolygó és Uránusz bolygó.
Uránusz bolygó utal a változásokra, de ez még egy nagy titok, és Mars bolygó a te férfiasságodra, az kihat a szerelmi élet területére, és ez még mindig olyan titokzatos. A nagy szerelmednél, itt a 12-es életházban van a Skorpión jegye, bolygók nélkül. Ami a feleségedet illeti, mint mondtam, ott a szűz jegyében nagyon sok bolygó van. Mars bolygó, Jupiter bolygó, Uránusz bolygó, Plútó, és ehhez még Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó, ez a föld eleme számára nagyon fontos, a biztonság érzése, de az anyagi biztonság is. Az ő horoszkópjában, a mérleg jegyében található a Hold és Merkur bolygó. A mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, a ti házasságotokat, a Hold az érzelmeket számára, ez nagyon fontos. És Merkur bolygó utal a gyermekekre, a gyermekkori emlékekre, és ő ebben a házasságban maradni szeretne. Nála a Skorpión jegyében található a Nap és Neptun bolygó. A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó, megújulásokról, transformációról. A félelmek érezhetőek, ami miatt csalódott is, vagy kicsit óvatos, de át kell, hogy tegye ezen magát. Ami fontos számára, azt mutatja Szaturnusz bolygó, és a felfele haladó holdcsomó egy új út, egy új irány, amit az ő lelke választott ki, az a halak jegyében van, és mint mondtam, itt két halról van szó, az egyik a bizonytalanság, a félelmek, ami nála érezhető, és ezen át kell, hogy tegye magát, bízzon abba, hogy minden jóra fordul. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó, az ő nőiessége a nyilas jegyében található. Kedves André, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Örülök, hogy hozzám fordultál, köszönöm szépen, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!